Az energiahivatalnál azt tapasztalták, hogy 2021-ben emelkedett a megkeresések száma. Csaknem 7000 jelzés érkezett, ami 32%-kal több az előző évhez képest. Éppen ezért döntöttek amellett, hogy az alapvető kérdéseket megpróbálja a szervezet körüljárni. Scherrer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője elsősorban a számlázásról beszélt bővebben. A fogyasztók választhatnak a papíralapú vagy elektronikus számla között, és meghatározhatják azt is, hogy az elszámolási időszak alatt bediktálják-e az aktuális mérőállást, vagy a szolgáltatóra bízzák az egyes részszámlák összegének meghatározását. Elhangzott továbbá, hogy a módok között van átjárás. Jellemzően 11 részszámla és egy elszámoló számla érkezik egy évben. Azonban főként a vízközmű szolgáltatásban fordul elő, hogy ritkábban 2-3 havonta küldi a csekket a szolgáltató. Ugyancsak összevont számla érkezhet abban az esetben is, amikor az érték nem éri el a 4-5 ezer forintot. Ha problémánk van vele, ebben a számlával vitatjuk ezt az összeget, akkor mit tehetünk? Nos, az első, ami nagyon fontos, hogy ismerjük a szolgáltatónk honlapját. Hála jó Istennek eljutottunk oda, hogy a mai világban szinte mindenkihez elér az internet. Tudom, sokan idősek számára ez még nehézséget okoz. És nehézséget okoz az is, ha azt mondom, hogy online intézze az ügyeit, és így nem tud hozzáférni. Ebben az esetben marad a telefonos ügyintézés, vagy akár a személyes megkeresés a szolgáltatónak. Nagyon fontos, hogy az üzletszabályzat hogyan rendelkezik. Ha mi úgy érezzük, hogy bármiféle problémánk van a számlával, nagyon fontos, hogy a számla lejárta előtt jelezzük ezt a szolgáltatónak. Érdemes ellenőrizni egy szokásosnál nagyobb összegű számlát, mert feltételezhető, hogy a leolvasás nem helyesen valósult meg, vagy meghibásodott a szerkezet. Ebben az esetben kérhetünk egy pontossági vizsgálatot a szolgáltatótól. Pontossági vizsgálat előtt érdemes szakemberrel ellenőriztetni a belső hálózatot, mert lehet, hogy bizonyán nálunk van a galiba, és van egy olyan fogyasztónk, ahol többletfogyasztás keletkezik, ami bizony akkor innentől az összeg minket fog terhelni. Mi van akkor, hogyha a szolgáltatóval nem tudok zöldágra vergődni? Én vitatom a számla nagyságát, ő pedig azt mondja, hogy már pedig ennyi az összeg, és ki kell fizetni. Nos, lakossági fogyasztónak ilyenkor, de csak abban az esetben, ha bizonyítani tudja, hogy a szolgáltatóhoz fordult, hogy a problémáját kezeljék. Nos, ebben az esetben a területileg illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivatalhoz fordulhatunk kérelemmel, hogy vizsgálják ki a számla problémánkat. A nem lakossági felhasználók számlapanaszait a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vizsgálja.